Kedves elsőéves hallgatók és kollégák! Tisztelettel köszöntök minden elsőéves hallgatót és mindazokat, akik az éteren keresztül kísérik figyelemmel a Pannon Egyetem a virtuális térbe kényszerült tanévnyitó ünnepélyét. Már ez a lebonyolítási forma is előrevetíti, hogy önök, kedves elsőéves hallgatók, akik az ország a HVG 2020-as rangsora szerint harmadik legjobb egyetemét, a Pannon Egyetemet választották, szokatlan, eddig nem próbált kihívások előtt állnak. Mert az szinte bizonyosra vehető, hogy az a világjárvány, ami félelmek és maszkok mögé kényszerítette az emberiséget, át fogja szabni mindennapi életünket. Természetesen nem tudhatjuk, hogy mit tartogat számunkra a jövő, de minden változás kerékkötőjétől, a megszokástól már is érzékeny búcsút kellett vennünk. Globális léptékű társadalmi, gazdasági újratervezés zajlik, és önök e történelmi pillanatnak akaratlanul is részesei lesznek. A megváltozó világhoz való alkalmazkodás szüksége pedig jelentősen felértékeli a tudást, de talán még inkább az alkalmazásához nélkülözhetetlen készségeket és képességeket. Mindezek együttes elsajátítására a Pannon Egyetemen kitűnő lehetőségeket nyújtunk, a nemzetközi tudományosságba ágyazott, kiterjedt vállalati és intézményi együttműködésben megvalósuló kutatásfejlesztési projektekkel támogatott minőségi képzéseink révén. Emberléptékű intézményünkben még ilyen tábori körülmények között is biztonságos környezetet, odafigyelést és támogatást kínálunk ahhoz, hogy kitűzött céljaikat megvalósíthassák. Remélem, önök tudnak és akarnak a felkínált lehetőséggel élni, és a kényszerhelyzetet a maguk javára tudják fordítani. Hiszen önök lesznek a majdani posztkorona korszak első fecskéi, ha úgy tetszik, úttörői. Fiatalok lévén találják meg a kitörési pontokat, ragadják meg a változásokból adódó lehetőségeket, legyenek nyitottak, kreatívak és innovatívak, társaikkal és oktatóikkal együtt álmodják és valósítsák meg a jövőt. Noha sajnos egyelőre bizonytalan ideig nem lesz lehetőségük személyesen is részt venni a Pannon Egyetem nagy hagyományokkal bíró hallgatói rendezvényein, azért a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett keressék az értelmiségivé válást segítő kulturális és egyéb programjainkat a virtuális térben vagy a valóságban. Ne feledkezzenek meg arról sem, hogy az egyetem aktív közreműködésével elnyert Veszprém Balaton Régió Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat most elindult megvalósítása, még e korlátok között is számos új lehetőséget tartogat az önök számára. Szakmai téren és élményszerzésben egyaránt. Megértve azt, hogy a virtuális világban nincs fogadókészség hosszú ünnepi beszédekre, nem marad más hátra, mint hogy kitartást kérjek önöktől és munkatársaimtól a most induló unortodox tanévre. Remélem, hogy a nehézségek ellenére közösen a Pannon Egyetem hírnevét öregbítő, a vidék felsőoktatását és a régió gazdaságát egyaránt erősítő szakmai sikereket könyvelhetünk majd el, a vírus pedig nagy ívben elkerül majd bennünket. Ezekkel a gondolatokkal a 2020-21-es tanévet a Pannon Egyetemen megnyitom. Kedves elsőéves hallgatók! Mi már nagyon vártuk Önöket, ezért köszönjük, hogy számos lehetőségük közül épp a Pannon Egyetemet és épp Nagykanizsát választották. Meggyőződésem, hogy jó döntést hoztak, és a következő években kollégáimmal azon leszünk, hogy igazoljuk az Önök döntését. Ebben a rendkívüli, mondhatni pen kívüli helyzetben a jó mesékhez hasonlóan három kívánságom van az Önök számára, így a közös utunk kezdetén. Először is legyenek bátrak és nyitottak. Másodszor ezzel párhuzamosan legyenek alkalmazkodóak, és tudjanak megújulni, hogyha kell. A harmadik kívánságom pedig az, hogy legyenek mindig jelen. Az egyetem kapuit átlépve önök már nem gyerekek, nem iskolások, hanem felnőttek. Mi is eszerint fogjuk kezelni önöket, vagyis egyrészt elvárjuk, hogy felelősséggel legyenek egymás iránt, viseljék a maszkot, a kesztyűt, hogyha kell, és tartsák a távolságot, de nem a szociális, csak a fizikális értelemben. Ugyanakkor elvárjuk azt is, hogy megmutassák önmagukat, és önállóan véleményt alkossanak. Elárulok önöknek egy titkot, mi sem tudunk mindent.
Éppen ezért legyenek bátrak kérdezni, véleményt alkotni, adott esetben felnőttként vitatkozni. De legyenek bátrak akkor is, ha segítséget kell kérni. Ha elakadnak a tanulmányaikban, ha nem sikerül egy-egy vizsga, vagy épp egy átmulatott éjszaka után nem jegyzetelnek fel egy fontos feladatot vagy határidőt. Azok az emberek, legyenek tanárok, csoporttársak, felsőbbévesek, akiknek az arcát nap mint nap, hétről hétre látni fogják a következő években, a legjobb barátaik lehetnek ezen a területen. Elsőként tehát azt kívánom önöknek, hogy legyenek elég bátrak és nyitottak, merjenek kérdezni. Kopácsi Sándor mondta, ha a nagy dolgokban szilárd akarsz maradni, legyél a kicsikben rugalmas. Bár mindannyiunk számára ismeretlen és folyamatosan változó körülmények között kell helytállnunk ebben a tanévben, az ilyen helyzetekben mutatkozik meg igazán mindenkinek a személyisége és a kampuszunk és a közösségünk ereje is. Önök egy olyan egyetemen kezdik meg tanulmányaikat, amelynek oktatási és kutatási színvonala megkérdőjelezhetetlen. Ezen belül pedig egy olyan kampuszt választottak itt Nagykanizsán, amelynek munkatársai sosem dőlnek hátra, sosem alkusznak meg, ellenben folyamatosan keresik a tovább lépés és a megújulás lehetőségét. A következő években önök is számos ilyen fejlesztésnek lesznek szemtanúi a kampuszon, látni fogják az infrastruktúrális és technológiai fejlesztéseinknek az eredményét, ezen kívül pedig számos projekttel is találkozni fognak, amelyek az önök szakmai tudásának bővítését is szolgálják. Másodjára tehát azt kívánom önöknek, hogy tanulják el tőlünk ezt a fajta rugalmasságot és megújulási képességet. Kampuszunk részlegesen a virtuális térbe kényszerülve is minden feltételt biztosít ahhoz, hogy valódi közösség formálódjon a falai között. Ehhez egyetlen dolog kell, az, hogy önök ezt hagyják és engedjék nekünk. Éljék meg és éljék át az egyetemi évek pillanatait. Ha ezt nem teszik, elmulasztják annak a lehetőségét, hogy új barátokat szerezzenek, kapcsolatokat építsenek. Tudják, amikor az ember átlépi az egyetem kapuját, netán beköltözik a kollégiumba, kicsit megváltozik az élete. A legnagyobb változás talán az, hogy a döntéseinek innentől kezdve súlya van. A döntés arról, hogy bejárnak-e az órákra, az, hogy mennyire veszik komolyan a tanulást, aktív szervezői, szereplői lesznek-e a közösségnek, bekapcsolódnak-e a kampusz kutatói munkájába, és sorolhatnám tovább. Az, hogy élnek-e a fent említett lehetőségekkel, és miként használják ki mindazt, amit a kampuszunk kínálni tud önöknek, talán túlzásnak hangzik, de meg fogja határozni a további életüket. A megszerzett tapasztalatok, a kapcsolatok, a közös élmények, a tudás, és nem utolsó sorban a közösség mind-mind formálni és alakítani fogja az önök jövőjét. A harmadik kívánságom innentől kezdve az, hogy legyenek jelen, legyenek aktívak. Kedves elsőéves hallgatók, önök most életük egyik legfontosabb időszakát kezdik meg. Kívánom, hogy egész életükre meghatározó ismereteket, kapcsolatokat és élményeket szerezzenek a Nagykanizsán töltött évek alatt, és ezennel hallgatóvá fogadom önöket.